la 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 la. Jaj, mikor lesz már vég a Futrinka utcában? Azaz mikor lesz már végre olyan, hogy nem kell tesztelnem semmit, hanem csak úgy szép kényvesen föllök a bringára és elmegyek is. Élményeket gyűjtök. Csak úgy kerékpározgatok. Most megint ilyen tesztelős túra jön, egy jó nagy 90 pluszos kör, Biatorbágy, és utána ért felé vissza. Tesztelni pedig hát megint van bőven mit. Egyfelől a mikrofon, mert megint hangolni kellett rajta, másfelől pedig bent van a defektvédelem csókom. Tannus Armor, defektvédelemmel jövök. Miket is akartam tesztelni? Első körben szélzaj, ugye tegnap voltam fönn a Kékestetőn, a teszt meglepően jól sikerült, ekkora őrült nagy gurulásban, tisztán lehetett hallani, amit beszéltem, legalábbis eleinte, a 10%-os emelkedő jó volt, utána a 6%-os emelkedőn, már nem annyira, de aztán lent megnéztem, és kiderült, hogy a mikrofon kidugta a fejét abból az üregből, ahol elrejtettem. Annyi nyilván a tapasztalat, hogy jobban oda kell figyelni rá, rendszeresen leellenőrizni, hogy helyén van-e vagy nem. A nagyobb baj az, hogy bejött egy másik gond, az, hogy a erős szélben bejött valami recsegés, mint hogy a kontakthívás lenne valahol a felszerelés. Ez azért komoly, mert ezzel nem tudok egyelőre mit kezdeni. Egyelőre annyit csináltam, hogy jó öreg szigetelő szalaggal rögzítettem, ahogy csak tudtam a rendszert. Aztán most meglátjuk, hogy mi lesz belőle. A másik, az ugye a defektáló gumi. Erről külön videó lesz a szerelésre, amit bemutattam, meg hogy elmondom, hogy mégis mi ez, meg hogy működik. Az a lényeg, hogy benne van, és tesztelgetem, hogy milyen lett a végeredmény. Előzetesen azt mondták, hogy mert ez egy vastag szivacs, így meg fog változni a kerékpárnak a menet tulajdonsága. Puhábbnak fogom érezni a gumit. Kicsit ilyen oldalra csúszkálósnak. Azt is mondták, hogy olyan tehetetlen lesz néha, tehát lassú reakciójú. Szóval mondtak mindenféle ilyen dolgokat, hát ebből túl sok minden egyelőre nem jött át. Baromi kemény, betonkemény a gumi. Ezt mondtam a szerelős videóban is. Elsőre 5,5 abbára állítottam, általában 4,5-en szokott, mert nagyon úgy gondoltam, hogy felütés, mert mindjárt vigyázzunk rá. De aztán utána olvastam, és ott azt mondták, hogy éppen, hogy lentebb kell állítani, tehát most 4,5 helyett 4 bárban beállítom elől-hátul, de még így is kemény. Viszont mit jelent? Tehát az, hogy ilyen szarúton, mint ez, például szétrázza a vesémet, és ugyanez lesz terepen is, tehát hogyha földút, kövesút, ilyen helyeken mászkálok, akkor ez túl kemény ahhoz, hogy élvezzem. Nyilván akkor lejjebb kell engedni. Ahogy néztem, downhill-esek egészen extrém mélységekbe leengedik ilyen 1 bar környékére. Tehát nyilván nem fogom annyira, de ez azt jelenti, hogy addig is le lehet, hogyha a helyzet megkívánja. Azt látom viszont, hogy kifejezetten szeretem a kemény gumit, jól megy. És ezzel érkeztünk a következő ponthoz. Ez a pont pedig az, hogy megnövekedett a keréken a mozgó súly, tehát a rotációs súly, ami az álmos könyv szerint is visszahat a menet teljesítményre. Meg fog lassulni a kerékpár, azt mondták. Ez az ára a defektvédelemnek. Egyszerűen nem tudok erre mit mondani, nem érzem. Ez egy eleve szubjektív dolog. Most például, mintha lenne egy enyhe szembeszél, az simán lehet, hogy az éppen lassít. Arról nem is beszélve, hogy az van még bennem, hogy tegnap előtt országútival mentem, tegnap egy hatalmas nagy gurulás a Kékesre. Az a sebességérzet van bennem, tehát ahhoz képest ez nyilván alamuszi. Szóval még nem tudom pontosan, hogy ez mennyire változott, mennyire nem. Amitől én még aggódtam, az a csámpázás, ami tegnap este kiderült, hogy mindkét kerék elég össze-vissza jár. De ezzel megint nem tudok mit kezdeni. A féktárcsa elforog a fékpofák között, tehát ilyen annyira nem durva. Hát nézegettem magam előtt, még mindig van egy kis csámpázás benne. Na és akkor beszéljünk már pár szót magáról a túráról is, ne csak a tesztről. Hát ez egy klasszikus bringatúra, ilyen 90 pluszos táv, szint az majdhogy nem nokedli. Gyakorlatilag elbringázok a Kamara erdőig, utána a Bubán, el Biatorbágyig, Biatorbágy után viszont jön egy gravelles rész, befordulok a Nyakaskő felé, gyakorlatilag Bolhahegy, Pecató, aztán Sóskút után Érd, Érdről pedig már a klasszikus úton, ahol szoktam, tehát az M0 híd,
aztán valahogy csepelem majd, megoldom, még nem tudom hogyan, és így hazajövök. Ez ilyen, hát mondjuk úgy, ez utóbbi napok elég intenzív bringázás után, ez egy ilyen levezető tekerés, szép környezet van. Ráncsék annyira járható, nemrég festették újra az egészet, vasakat is, falakat is. Egyébként nem rossz, tehát így meneti, és itt mivel kb. Így szoktam átjönni rajta, tehát dinamikában nem érzek nem túl nagy lassulást. Azzal mondjuk jót vigyorodtam, amikor az egyik ilyen review videóban azt magyarázta a faszi, hogy ennek óriás nagy előnye a Arbornak, az, hogy könnyű szerelni, bármikor át lehet tenni egyik gumiról a másikra, lehet vele variálni. Így belegondoltam, az utóbbi napok szerelései után, hogy mennyire szívesen csinálnék én ilyet, amikor ugye azért raktam be ilyen cseszett drága belsőket, akkor úgy voltam, hogy ezt egyszer megcsinálom, és soha többet nem nyúlok hozzá. Úgy elképzelem, hogy beteszek egy ilyen 10.000 forintos belsőt, utána egy sok variálás közül egyik szerelésnél becsípem, aztán elszáll. Ilyen 2.000 forintos konti belsőkkel persze lehet játszadozni, akkor még talán meg is értett a dolog, de viszont azzal meg ugye bejön vissza a súly probléma. Tehát egy ilyen 2000 forintos konti belső, a 110 gram, amiket most beraktam, az egy 50 gramos, tehát egy 23 gramos belső, és megint ott vagyunk, hogy akkor súlynövekedés. Szóval nem fog ki ezzel variálkolni. Jó lesz ez így. Örök élet, az az igazi. Az működik. Most pedig én leszek az a mesebeli vadász, aki szopni jár az erdőbe. Történt nagyjából arról szól, hogy vannak már, voltak már bejárt útjaim a kamaraerdőhöz. Hát ezek olyanok voltak, amilyenek, elég szarok. Egyszer azt mondtam a tervező programnak, hogy keresél már nekem valami utat. De keresett is, Kelem völgyön keresztül, kellemes kertváros rész volt. Szóval ugye alapvetően rendben volt minden. Eltekintve egy apróságtól, ez pedig a Szajol utca. Ez azt tudta, hogy 13%-kal indult fölfelé, és utána vége 18% lett, és nem is volt rövid. De nyilván elsőre nem számítottam rá, nem is mentem föl. Akkor máshogy eljöttem el, akkor már számítottam rá, akkor már föltekertem, de nem mondanám, hogy élveztem. Aztán persze azóta szépen körbenéztem, és találtam olyan utat, ami megkerüli ezt a dombot, tehát tulajdonképpen most már simán át lehetne menni rajta. Tehát nem lenne kötelező most fölmászni, de hát a kamera kedvéért még egyszer nekiugrok. Nem mondom, hogy utoljára, mert ez a túra be van ígérve a gyerekeknek is, és kinézem belőlük, hogy ővelük is föl kell menni még ezen az emelkedőn. Szóval lesznek még itt ilyenek, de hát lehet mindegy, most már végülis egy idő után az ember hozzászokik, akkor simán meg lehet csinálni. Na, elméletileg innen, igen, ott van szemben, nem tudom mennyire látszik a kamerából, nagyon durva. Ott fönn a háztetők, a domb tetején, oda megyünk föl azokhoz a házakhoz, azon az úton ott szembe. Gyenge tüdőkiköpés. Gyalog alig lehet fölmenni rá. Na, fönn vagyok a leggyengébb fogaskereken, aztán innen a kezem már csak tekerni kell valahogy pórusokon keresztül is levegőt venni. Na basszus. GPS persze, amikor mindig elalszik. Na azért, már 15%. 15. Whew.
Na, basszus. Na, és egy külön érdekesség, nem tudom mennyire látszik a kamerán keresztül. Ez ugye a ringló út, amire följöttem, és fönn vagyunk a hegygerincén, és ez a gerinc, ez a Kellen völgy. És akkor olyan följöttünk, kb. 10 méter, és rá egy nagy gurulás, tehát ezért gyakorlatilag semmiért jöttünk föl. És ez a gurulás itt. Ez se kicsi. Na, szélzaj, az most van. Elég rendesen. Nem tudom, behaladszik, nem haladszik be, amit mondok. Hú. Hányan legyek meg ezt az egy arangút, arra azért kíváncsi vagyok. Ősek, kerékpárosok. Na, gyerünk el az utamból. Lesöprök mindenkit. Hú. Na kérem. Ez pedig itt vajon patak, földúzzasztva, és lett belőle egy kis tavacska, meg egy kellemes park. Ez itt jobbra tőlem pedig, itt arrafelé, tóváros. Logikusan, hogy a tóvát dúzzasztott patak mellett. Túloldalon pedig, az a domb, az már a Kamara erdő. Az előbb csattogott el ott egy 41-es villamos, de az kijár a Kamara erdőig. Nem sokára itt lesz a végállomása. Egyébként egy nagyon kellemes, mondhatni úgy, hogy idilli környezet. Na, hát pont elkaptuk a 41-es villamost is. Ez pedig itt a Susuika utca, ami elvisz a Kamara erdő parkolóig, ahol várhatóan vasárnap lévén egészen sokan lesznek, különösen tavaszi időszakban. Na, hát ahogy jól sejtettem, Kamara erdő parkoló fullon van. És itt vagyunk. Balaton-Budapest kerékpárút innét indul. Ez a hivatalos induló pontja. Ez a bizonyos Kolozsvári utca. Egyek 23. Odaig nem megyek el most a Bilatorbágyig. Ez is egy ilyen váratlan mászóka. Magasságbérő nem is kapott észbe. Most 7%. Emlékeim nem csalnak, kanyar után már itt van a viadukt. Igen, 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 nyilván ott állnak az emberek és néznek kifelé. Ott a régi, pontosabban a régi vasúti, itt meg a nemrég felújított. Hát igen. Ha megyünk itt szépen ezen a bubán, pontosan a buba az megy és fölmászik arra a hegyre. Én viszont éles balkanyar és irányoz a völgy. Kalandra fül. Hogy tök furcsa belegondolni, hogy mennyire korlátosan élünk. Értem ez alatt azt, hogy mennyire kevéssé ismerik magunk körül a világot. Még az ember el nem kezd, hogy Isten igazából csavarogni, és a csavargás alatt nem azt értem, hogy autóval elmegyünk egy kiránduló helyre, leállunk a parkolóba, aztán sétálunk 10 kilométert és hazamegyünk, hanem úgy rendesen.
elindulunk, aztán ránk telik az éjszaka, akkor ott alszunk. Ahogy elfogyott az út, akkor keresünk egy másikat. Nem a nagy forgalmú utakon járunk, szóval egy kicsit belenézünk abba, hogy a körülöttük lévő világnak milyen a szövete. Jelenleg ugyanis egy gráfban élünk. A gráfnak a csomópontja a települések. Ezeket a településeket nagyon jól ismerjük. A csomópontokat élek kötik össze. Ezek nagyforgalmú utak, ezeket is ismerjük, és ennyi. Ezekről nem megyünk le, nem tudjuk, hogy mi van közöttük. Tehát mi a ténylegesen, hogy is mondjam nagyszor, az univerzum szövete. Tehát hogy azokon, az utakon kívül, amiket járunk, azokon kívül mi van. Tehát például, nem tudom, mennyire látszik a kamerában, ott a domboldalban az a nyakaskő, ez itt a Bolha-hegy jobbra, ennek a Gravel útnak a végén lesz a Pecató. De ha valaki nem jön le az főútról, akkor ezeket soha nem ismeri meg. De mondhatnám mást is, hogy amióta kb. Egy éve járom itt Budapest környékén a dűlőutakat, teljesen máshogy néznek a világra, mint korábban. Nem az van, hogy a... De fúj a szél, basszus! Tehát nem az van, hogy megyek a strádán, aztán jobbra-balra valami gyüngyel, hogy lényegtelen, hanem tudom, hogy jobbra-balra kis utak vannak, tudom, hogy hangulatos hív van a patak fölött. Szóval tudok egy csomó mindent, hogy van környéken, a strádák mellett élet, élővilág és szép részek. Nem csak ez egybefüggő szántóföldnek semmi. Török Bálint felől érkeztem Biatorbágyra. A Buba megy tovább egyek felé, de én a Biai tónál balra kanyarodtam a Murvás útra. Itt következtek sorra a látványosságok. A Nyakaskő, a Bolha-hegy és a végén a Pecató. Ez utóbbit a helyi horgászok alakították ki a bent a patak feldúzasztásával. Utána haladtam tovább Sóstó felé. Jobb oldalt felbukkant az impozáns méretű Kálváriadomb, bal oldalt pedig a Mészkőbánya, ahonnan Budapest rengeteg nevezetes épületéhez bányázták a köveket. Most volt kint a tábla, hogy ez itt a Bolha hegy fönt, és mindjárt a Pecatónál vagyunk. És akkor itt van maga a Pecató, itt mindjárt előttünk, és túloldalon van valami kajálóhely, ha jól emlékszem, ott most jó lenne leállni, megebédelni. Ott van a pad, jó van. Hát akkor... Megérkeztünk, ebédidő. Na, megvolt a kaja. Mehetnék haza ebbe az irányba, aszfaltozott úton. Én mehet inkább átmegyek a tó túloldalára, és ott egy ilyen, hát illegalitásba fogok közlekedni, mert eleinte Murvás út, aztán utána turista ösvény lesz belőle, és a turista ösvény átvisz Sóskútra egy meglehetősen hangulatos bevezetővel, és akkor körbe bringázzuk a tavat. Emlékeim nem csalnak, hamarosan ebből túraösvény lesz, hát még nem most, kicsit arrébb.
hogy... És így valahogy. Annyira hiányzott már ez a hang, hogy zörögnek a tartalék akkumulátorok a dobozaikban. Na, hát szóval nem egy országút is terep, és ezzel a nagyon kemény gumival sem túl kellemes ezeken a cseszett nagy köveken pattogni. Viszont felütéses defektem az nem lesz. Ebből az évben nyugodt lehetek. Itt vagyunk Sorskút határában, és mindjárt nyílik ez a kis völgyecske. Jobb szélen egy cseszett nagy hegyel. Majd elnézni, ez egy kiránduló környék is. Akkor először jártam benne erre, a trekkem fölvitt a hegytetőre. Nem tudom, hogy szedte össze a GPS ezt az ötletet, de nem díjaztam túlzottan. Aztán a turista út arra megy egyébként. De azért, hogy kerékpárral, hogyha fölnézünk, eléggé, mondjuk úgy, hogy kihívásos fölmenni. Gyalog nyilván nem gyalog, biztos jó dolog lehet. Ringával még csak így tökön passzuljon keresztül a réten. Előbb-utóbb út lesz ebből is. Itt balra pedig, nem vagyok benne biztos, hogy látszódni fog, de van a híres sóskúti mészkőbánya. Gyakorlatilag fél Budapestet egyből mészkőbányából építették föl. Parlament, halászbástya, ezekhez mind innét vitték az építőanyagot ebből a bányából. Jó, és ez már egy Sóskút, beérkeztünk a faluba. Ez mi? Ez itt egy újabb nagyforgalmú út, szerintem az M7 lesz, ami alatt átosunk egy ilyen jópofai alagúton. Van nálam egy fejlámpa, lehet, hogy föl kellett volna kapcsolni. Ja igen, nem is mondtam, tehát a mikrofon az úgy lett megoldva, hogy be van rakva egy lukba, és ne essen ki onnan, hogy a fejlámpának a pántjával van odaszorítva. Tehát gyakorlatilag most már kötelező tartalék lett a sisakon a fejlámpa is, a pántja miatt. Meg ott van a kamera, meg ott van az adapter, meg ott van egyik csatlakozott, a másik csatlakozó, másik csatlakozónak másfél méter kávele. Basszus, én vagyok a Terminátor. Múltkor itt mentem el balra, fel az öreg hegynek, és ugye volt az előbb az a gondolatmenet, hogy le kell menni a nagyforgalmú útról, mert csavarogni kell, és az ez nem mindig igaz. Van, amikor az ember lemegy csavarogni, és nagyon tré környéket talál, és nem úgy értem, hogy a Mordorba mentem be múltkor, hanem a kerékpáros szemmel volt nagyon kellemetlen. Sivár domboldal, murvás utak, semmi jó nem volt benne. Most már nem mentem le. Ennél még az is jobb, hogyha itt ezen az úton egyenesen lemegyek a 7-es út bevezetőjéig, és utána a kertek alatt elmegyek mellette, szóval inkább az lesz. Egyébként nagyon durva szembeszél van, meg forgalom is persze. Ebédkor megnéztem a Windit, 15-25 km/h közötti szelet mondott, totál szembeszél és hazáig. Szóval
elleszek most még vele, de körülbelül 35-40 kilométer. És akkor hazafelé még egy kis Dunapart, mert az jó, még akkor is, hogyha az út ennyire szar, de szar, de kemény a gumi, de szar az út. Ó, basszus kocs. Nem is tudom, hogy ezt miért, hogyan merik útnak nevezni. Ez nem nagyon az. Útnak látszó tárgy, az az jó, az körülbelül jó. És ezt szinte mindig elmondom, tehát ez Euróveló 6. Jó, persze, már nem húzom a számot, tehát láttam én már olyanokat az Euróvelón, ami ennél is szarabb. Meg tudom a filozófiát is, hogy nem feltétlenül az az Euróveló, ami az osztrákoknál van, tükörsimára elegyengetett kerékpáros stráda. Az Euróveló az kalandról szól, és a kalandba beleférnek ezek az utak is. Csak azt ne akart, hogy Euróveló kerékpárúton országútival mész, mert azt nem szabad. Nem arra tervezték. Túra bringázás, cuccal, sok cuccal, kevés cuccal, de mindenképpen cuccal. És ballonos kerékkel. Durva szembeszél, miatt úgy döntöttem, hogy eljövök a Kavicsos tó mellett. Ott van bent, hogy be is látszik. Szépen. Itt jó, itt is süt a nap. Van egy picike szélárnyék, de a lényeg az, hogy ezen az úton minimalizálom azt a szakaszt, ahol totál szembeszélbe kell mennem. Kifejezetten bonyolult lehet a Tura GPS szoftverfejlesztőinek, illetve a szoftvertervezőinek a lelki világa. Az történt, hogy akkor fogyott ki az elem a Tura GPS-ből, amikor éppen nem voltam rajta a trekken. Nyilván kicseréltem, csak hogy ezt úgy értelmezte, hogy újra kezdem az egészet. Hát jelenleg azt látom, hogyha ránézek a Tura GPS kijelzőjére, még 99 km van hátra, miközben az egész túra volt körülbelül 91 km. Tehát most azt mondja, hogy szerintem hazamegyek, és újra kezdem, és majd akkor lesz vége. Értelemszerűen a végső időpont hajnali 1 óra, amikor szerinte haza fogok érkezni ebből a túrából. Miután vagy olyan 3 kilométert már jöttem a trekken, egyszer csak kézbe kapott a GPS, és most már jó értéket jelez ki, hogy mi volt ez a körülbelül 10 perces kihagyás, ezt nem tudom. Hát tulajdonképpen nem vagyok már messze, de előtte azért beugrok a Decathlonba, mert elfutott otthon a kenyér. Megint napközi otthon van az erdőben. Ó, de jó ég. Na, én legyek. Akkor bemegyek a futópályára. Szóval most már ilyen 2 kilométerre vagyok otthonról. Lassan épít az ideje, hogy összegezzem azt, hogy mégis lett ennek a mai tesznek az eredménye. A mikrofonról nem tudok mit mondani, hogy ez úgyis majd az otthoni visszanézés során derül ki. És hogy már szokott lenni, majd a következő videóban lesz publikus. Ellenben a kerék az meg lett tesztelve rendesen. Tehát először is kemény, borzasztóan kemény. Voltak olyan szakaszok, ahol lement, kimentem a természetbe, hát szétrázta a vesémet, de ezzel valamit engedni kell, hogy valamit csinál, mert ez így nem lesz jó. Tehát még aszfaltozott úton is, hogyha szar volt a minősége, ott is szétrázott. Aztán ezek a úgynevezett kanyarbizonytalanság, érdekes mondom, megjött ez is. Volt egy lejtős rész éles kanyarral, belementem, hogy szoktam, és éreztem, hogy van egy kis bizonytalansága a gumiban, hogy nem vette olyan határozottan az akadályt. Hát ez nem örömhír, de hát azért ezzel még együtt tudok élni. Menet teljesítményről nem tudok mit mondani, hát nagyon hülye idő volt, kifejezetten erős volt a szél, és össze-vissza fújt.
Hát nem tudom megmondani, hogy ahol éppen úgy éreztem, hogy nem megy a kerékpárt, azért nem megy, mert nehéz tekerni, vagy azért nem megy, mert éppen akkor kaptam egy kis szembepöfföt. Ez majd még a menet közben kiderül. Ami még mindig, még egy tapasztalat, hogy meg mindig úgy jár a első hátsó kerék, mint a ökörhúgyozás, és hát hozzá is ért már néhányszor a féktárcsa a fékbetétekhez. Hát ez nagyon nem jó, de egyszerűen nem tudok, hogy mit kezdem. Tehát héttel ezelőtt ott nagy generálon a kerékpár, ki lett centírozva. A gumi az jól lett fölrakva rá, hát legalábbis jó hátul, mondom, van egy kis szépséghibája, de elő tökéletes, és mind a kettő egyformán részállja magát. Hát nem tudom, erre nem tudok mit mondani. Abba biztosan, hogy ezen a bringa úton kirúgja magát, eloszlik a szivacs, és akkor egyenletesen fog forogni, de erről szó sincs. És a sok negatívum mellé, mert ezek jó részt azok voltak, legnagyobb pozitívum az az, hogy nincs defekt. Tehát simán bátran bemertem válni bármit, de tudom, hogy jelenleg nincs felütéses defekt, és csak valami egészen brutális tüske kell ahhoz, hogy egyet át tudja szúrni ezt a tűnikben kettős védelmet, és azért ennek elég kicsi az esélye. Szóval viszonylag bátran lehet vele menni, nem kell foglalkozni a defekttel. Ez jó, ez viszont mindenképpen nagyon jó.